Úristen! Jó ég, geci! 3:30 fok és 1:30. Srácok, elérkeztünk a legújabb videómhoz, ami... el se hiszem, hogy ezt tudjátok, hogy amúgy nem olyan régóta, mert nem olyan rég derült ki, hogy megyünk, de szörnyen régóta várom, hogy egy olyan videót hozzak el nektek, ami nem olyan, mert érted, nyáron elmész nyaralni, leugrasz ide a Horvátországba, de az, hogy télből elmész a jó időbe, ilyet még soha nem nyomtunk. Talán egyszer gyerekkoromban voltam nyaralni, még a keresztüleimmel Egyiptomban, amikor ilyen februárban mentünk, és ott azért jó idő volt, de most, a mai napon utazunk a Kanári-szigetekre, a Patrik, én és a kamerásom, egy full random trip, lakóautózni megyünk így 3-6 napra, ugyanis aki régebb óta nézi a videóimat, vagy régebb óta ismer engem, az tudja, hogy az utóbbi pár évben nagyon szeretek nektek minél több, minél jobb videókat gyártani, és mivel itthon mindig kihangsúlyozom nektek, hogy ez a február, január, február, néha még a március is elég necces, az időjárás miatt tökre nehéz jó tartalmat gyártani, őszintén mondom, hány ingerem van azoktól a videóktól, amiket egy szobába vagy egy lakásba veszünk fel. Jó, a kajaflesek az más, de azért most, hogy így most elmegyünk a Kanárira forgatni, ez úristen, el sem tudom mondani, de még most megyek hozzá, de most srácokat és minden dolgot el fog nektek mesélni, hogy mi, hogyan, miért, úgyhogy ja, tök izgatott vagyok. Daráljátok szét a komment szekciót, hogy hány videót hozzunk nektek, illetve milyen tartalmakat szeretnétek látni. Nekünk nagyjából már megvan írva a menetrend, hogy mit fogunk csinálni, de bele tudunk zsúfolni bármit. Ugye a komment szekció a barátotok, most pedig indulás. Let's go, baby! Egyébként nem volt személyigazolványom, úgyhogy kellett egy gyorsan SOS-be csináltatnom. Ugye Győrben nem nagyon kell, nem nagyon használunk, vagy hát igazániból, de csak nálam sosincsenek adatok, nem nincsenek papírim, így nem vettem észre, hogy már lejárt szeptemberbe, hogy gyorsan ezt meg kellett csináltatnom, de pikpak el lehetett intézni. A Patriknak se volt személyigazolványa, úgyhogy ja, szerencsére a repjegyeket meg tudtuk venni pár héttel ezelőtt, úgyhogy azokat elég jó ára hozzájutottunk, de ja, trip on! Szevasz, apja! Nem lenne kedved eljönni a Kanári-szigetekre? Baszd, azt hittem, a telekre megyünk. Ja, jó, akkor menjünk oda. Minusz 4 fok van, tesó. Hát ott 20-22, hagyjon. Nem rossz. Szevasz, Tibi! Figyelj, amúgy megindítottunk ilyenkor videót. 2:08 gyerekek, és a gép indulása 5:40. És még a Patriknak a cuccát valahogy bele kell rakni az én bőröndömbe, mert ugye mi ketten vettünk egy nagy bőröndöt, hogy spóroljunk. Hát faszát spóroljunk. Nem biztos, hogy... Megérte. Figyelj, amúgy én rettegek, hogy nem fog beleférni. Amúgy erre szerintem nem voltam felkészülve, amúgy azt hittem, hogy délutáni alvás elég lesz, de ez ide édes kevés. Figyelj, át szeretnék nyújtani valamit, amit a Barbie készített nekem. Ez micsoda? Olvasd el. Kimaradási engedély. Olvasd el. Átírta. Az utóbbi időben tanúsított példás magatartásod, de ezen a írásban is hozzájárulok, hogy most az egy alkalommal kimaradás, ez az indoihas, amennyit csak bírsz, György. Ez nagyon nagy. Hát ez kurva nagy. Tesó. Egi. Kor amúgy indokolt. Figyelj, alig várom, hogy felszálljunk az első gépre. Aztán átmegyünk Frankfurtba, ott 3 óra várás, onnan meg 4:30 óra, nem? És akkor ott landolunk ilyen 2 óra környéke, aztán átveszük a lakóautót. De várom, egyszer odaérünk. Én is nagyon. Patrik, hogy tetszett az út? Na, bassza meg a gép. Ugye, hány ingerem volt?
majdnem behánytam. Igen, még mindig az van. Emergency gombot kell nyomni, mert Suárdesznek hozzon vizet, mert bátyát kicsit megcsavarta a felszállás. Figyelj, nekem úgy be van dugulva a fülem, mert még, hogy alig hallok. És a következő utaz 4,5 órás lesz. Remélem, még másfél részem vettem. Remélem, a gép kisebb lesz. Lábhely is. Szépen meg fogom mondani. Húzd meg azt a kart, zuhanyunk le a gecibe. Nem azért utaztam 10 órát, hogy mert hosszú gatyába mászkáljak. Félintem ezt a versenyt, hogy ki van előbb rövid gatyába, ezt most elvittem, Varga. Jó, ezt most megadom neked. Ma indultunk reggel 00:30 Győrből. És most értünk. 3:45 van. Szóval ez olyan szinten megcsavart engem, hogy nem tudok mit mondani. Mert a faszomon jött ki minden csecsemősírás, ilyen osztrák nyugdíjasok a gépen, akik csak mászkáltak, már utáltam. Elrejtettek nekünk itt a reptéren valahol egy autót, amit most full gőzzel keresünk, mert ja, most gyors megtaláljuk az autót, utána, hogyha ez megvan, akkor lász a másik autóért, szóval ez csak egy ilyen transferszerű, amit nekünk kell vezetni. Úgyhogy, ja, most mindent bele. Ez lesz összes miért? Ez egy zsírói Dacia. Ajtóban a kulcs. Ajtóban a kulcs? Aha, azt mondtam. Na. A nyitva van és ajtóban a kulcs. Izgulsz? Tegyük be a csomóba. Juhú! Megvan a kulcs. Megvan minden. Ide találtunk, amúgy sima út volt, jók az utak. Nem tudom még melyik lesz, de szerintem az lesz a miénk. Azt gondolom. Jó nagy, nem Varga? Baszki. Azt hittem, a telekre megyünk reggel. Amúgy én is, azért is kellett már váltani eurót. Így van. Figyelj, jó idő van, rendes, rövidgatja, póló. Szerintem ma... Na, sziasztok. Hello. Hello. Szép, minden jó volt ideig. Persze. Szuper volt minden. Szép. Hello, Patrik. Szia. Szia. Szia, Ricsi. Szia. Melyik lesz a miénk? Ezt adom. Tesó, véged. Úristen, ezt néz. Jó srácok, erről később csinálunk egy bemutató videót, átveszünk az autót, aztán elmegyünk, és ezt bemutatjuk nektek az egész sztorit, megmutatjuk, hol leszünk, mindent elmondunk, de most egy kicsit nagyon elfáradtunk, szóval nem az volt a probléma egyébként, hanem kicsit sporoltunk a jegyen, hogy átszállással jöttünk, és így kellett várnunk 3 órát Frankfurtba, meg korán is indultunk, szóval éjjel indultunk, és így nem aludtunk csak a repülőn, de ott meg nem nagyon lehetett, viszont ezt fixbe foglalom magamnak, mert ez itt fix, jó lesz a bátyának, fenti meg osztoztok azokon. Most valami sziklás faszomhoz értünk, azt szerintem baszakszik a térerő, mert alig hallnak. Ez elég komoly kilátás itt. Ez vakmeleg. Mindig van energiánk arra, hogy kijöjjünk ide, mert egyszerűen ez a hely, ami itt van, ez nagyon durva, és ez tényleg kőkemény. Úgyhogy, ja, idén megfogadtam, hogy többet akarok nektek utazós tartalmat csinálni, hogy azért is indítottuk így a februárt, de ez vakmeleg kezdés. De geci, alig bírok felmászni ez a létre, szerintem könyörög az életére, amikor ráállok, nem hogy még ágyat húzzak rajta. Figyelj, hogy kis otthonos ez a kis kégli. Nagyon élem, nem? Belakjuk ezt, és ez egy hármunknak egy szerelmi háromszög lesz ebbe a 6 napba. 23:43, ami azt jelenti, hogy több mint 24 órája talpon. Mondjuk most, hallod, Bancs? Integes, hogy látszódj a felvételen. Holnap folytatjuk ezt a videót. Let's
go! Srácok, nagyon jót aludtam. Őszintén mondom, 8:43, most keltünk körülbelül egy órája, elcsíptük azt az egész jó drónos napfelkeltét. Itt van, látjátok mögöttünk a lakóautót, aki követ az Instagramon, az valószínűleg már látta, hogy most az elkövetkezendő 6 napunkat itt fogjuk tölteni. A tegnapi nap egy kicsit káoszos volt, azért is ilyen össze-vissza volt az egész. Szörnyen fáradtak voltunk, folyton rohantunk mindenhova, vártuk az átszállásokat, mire ideértünk, átvettük az autót, bepakoltunk, bevásároltunk, úgyhogy annyira nem is tudtunk forgatni. Most viszont megmutatjuk nektek a lakóautót, megmutatjuk az előnyeit, megmutatjuk a hátrányait, mondjuk azok szerencsére még nem ütköztek ki, mert jó éjszaka volt, nem tesó? Szép töltjük az aksit, mert ugye az összes kamera, a drónok, a laptopok, minden egyszerre töltőn van, nyilván mindegyikünk szétnyomja a telóját alapban a térkép miatt, meg alapban mindenhez kell a telefon, hogy eljussunk A-ból B-be. Leszettünk egy alkalmazást, amit ahogy meg is mutatok nektek, itt Kanárin bárhol tudsz aludni, szóval az a jó, hogy ahol meg tudsz állni, ott tudsz aludni is. Van egy ilyen alkalmazás, ami mutatja az egész térképet, és hogyha rányomok mondjuk egy parkolóra, mondjuk erre, akkor megmutatja, hogy így néz ki a hely, így oda tudunk menni, írtak róla véleményt, úgyhogy ezekkel fogjuk most, ez 6 nap alatt, mert az 5 nap alatt, mert az utolsó éjszakára ugye nincsen lakóautónk, ezt az Ádia reptéren tudta meg. Ezzel a lakóautóval fogjuk bejárni a jobb spotokat, amiket már kijelöltünk magunknak az Instagram. Good morning, my friend! Yes! Patrik, a Barbie-val van együtt, a gyerek rendmániás, takarít, összehajtogat, beveti az ágyat, mindent. Jól tanultál te is? Én gecire. Komoly volt, nem? Ma én nyertem a felkelésbe, hát. Jó, ez most nem verseny, de a rövid gatya átvételt azt tegnap ugye én vittem, úgyhogy most egy-egy hátul tudunk ugye bemenni. Így nyílik az egész pont. Ha bejöttök, itt alszik felül az Ádi, itt alszik alatta a Patrik. Itt van bent egy fürdő, itt hogyha benéztek, ott van egy ilyen kis fürdőkabin, itt van a WC-nk, itt van egy ilyen kis fogmosó, mondjuk én őszintén mondom, én a parkolóban mostan fogad. Jobban szeretem azt, amikor kicsit ilyen nomádban vagyunk. Itt van egy ilyen hármas gáz. Ja, ez egy gázpalaszkról megy egyébként. Meg tegnap nem tudtuk bekapcsolni a boilert, amit amúgy a gáz melegít egyébként, ezért nem fürödtünk tegnap. Igen. De hát mindegy, ez van. Itt van benne még egy kis hűtő, ezt kicsit már feltöltöttük, nem teljesen. Ide bepakoltuk az összes bőröndünket. Ezt a kettő helyet is, és a gyerek itt néz. Amúgy ez olyan, mint az üvegtigrisben, egy kicsit a kiszolgálva. Anyám, egy sört, tesó, nincsen? Tegnap az Ádi itt vágott, meg innen vakítottuk kívülről. Nem, tényleg, kérek egy sört. Én vagyok itt a megrendelő. De megbeszéltük, hogy csak akkor tudsz inni, hogyha én is ihatok. Jogos. És nekem még vezetnem. Amúgy ez egy negatív rész, ugye, hogy ahhoz, hogy eljussunk valahogy, nekem kell vezetni, szóval csak akkor tudok inni, hogyha már letelepettünk arra a napra, hogy ez egy kicsit mínusz. Ezt a kettőt is át lehet alakítani ágynak, de mi ezt nem fogjuk, ezt ilyen meghagyjuk ilyen mindennapi logospotnak, és itt alszom én. Egész flagma, ezt így fel lehet még hajtani, hogyha vezetünk, ugye mert itt látjátok, itt van a két első ülés, ezeket is lehet forgatni, de ez lehajtva ilyen, és akkor itt vannak ilyen USB-s bemenetek, ott tudom tölteni a telómat, oda meg hátra beraktam az összes cuccomat, és itt senkit nem zavar, itt meg itt simán elférek. Itt erre egész jó napfelkeltén volt, ahogy itt kinéztem, pont arra velem szembe kelt fel a nap, hogy itt amúgy el lehet lenni. Az a baj egyébként, hogy én alvajáró vagyok, és egy kicsit féltem, hogy leesek itt a lépcsőn, de szerencsére ma nem jött meg a robotpilóta, úgyhogy így nem volt semmi probléma. Ezek nálunk végig nyitva vannak a friss levegő érdekében, mert mind a ketten a Patrikkal milyen 15 fokba szeretünk aludni, az Ádi az meg Csóri gyerek, két takaró, meg egy pulóver. Ez jobb, mint gondoltam. Amúgy annyiban nagyon jó, hogy mondjuk elmész valahova, mondjuk átmegyünk ma a sziget másik felére, és nem kell visszajönnünk haza, hanem ott van a haza, ahova megyünk. Igen. Annyiban rossz, hogy nem ihatok egész nap, csak hogyha már letettük a kocsit. És én sem iszok nyugi. Na, ez összetartás. Ugye nincsen saját drónom, de viszont tudtam, hogy egy ilyen helyre jövünk, mindenképpen kell, hogy hozzunk magunkkal egy drón, mert itt azért elég komoly vibe-olások vannak, amit amúgy drónokkal sokkal jobban meg lehet örökíteni. Úgyhogy ebbe ezt a videót a Drónkuckó támogatta, ahol tudtok ti is drónt bérelni magatoknak, alkatrész, szerviz, mindent megtaláltok. Lerakom a linkjüket a leírásba.
Egyébként Győrbe találtok meg a belvárosba, úgyhogy keresitek őket bizalommal. Köszönjük szépen, hogy ezt a videót megnyomták, hogy még komolyabbak legyünk, még az átlagosnál is. Ti meg maradjatok itt velünk a csatornán, jövünk vasárnap is, szerintem jövő hét szerdán is, és utána hét vasárnap is, most ez a két hét két-két videóval fog menni, ha minden jól megy. Viszont nekünk dolgunk van, mert be kell járnunk ezt a szigetet. Találkozunk a következő videóba. Let's go, baby!